Köszönjük Petrának előadását. Következő előadónk Vukovics Gabriella. Vukovics Gabriella a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, és az ENSZ 2015-től 2030 közötti fenntartható fejlődési céljainak monitorizálására alakult partnerségi, koordinációs és fejlesztési stratégiai csoportjának társ elnöke. Kérem tisztelettel elnök asszonyt előadásának megtartására, melynek címe az adatoktól a tudásig. Köszönöm szépen. Nem lesz annyira villogó, és nem lesz annyira átfogó, mint az előző előadás volt. Ezzel együtt remélem, hogy tudok újat mondani a tisztelt hallgatóságnak. Ugye abból indultam ki, Szántó Zoltántól nem olyan régen megkaptam ezeket a műhelytanulmány füzeteket, és ráolvastam elég sokat közülük, és abból leszűrtem magamnak egy ilyen egyszerűsített, rövidített társadalmi jövőképesség fogalmat, ami nagyjából az, amit hallottunk azért Márcsák Jánostól is, illetve több előadótól. Végső soron az a képesség, hogy jövőbeli változásokat értelmezni, befolyásolni, előidézni tudjuk, és a kockázatokat és kihívásokat stratégiai módon tudjuk kezelni. Mindehhez pedig, ugye én statisztikus vagyok, valamikor demográfiával is foglalkoztam, de azért alapvetően hosszú ideje az adatok világában élek, és az adat bizniszben dolgozom. Ugye az alapvetés nekem, és azt gondolom, hogy mindnyájunk számára ma már, hogy információ nélkül nincsen emberi tevékenység, nem tudjuk értelmezni a jelenségeket, nem tudunk döntési pozícióba kerülni, nem tudunk tervezni, vagyis nincsen társadalmi jövőképességünk. Vagyis mondhatjuk azt, hogy az információ valamilyen módon az alapja minden olyan tevékenységnek, amely akár ebben a koncepcióban, hát akár egyéb koncepciókban emberi tevékenységként megjelenik. Ugye klasszikusan hosszú ideig a hivatalos statisztika volt az információnak az egyik legfőbb forrása, amennyiben számszerű információkra gondolunk, hiszen információ minden egyéb, az is információ, hogy a szederbokor szúr, tehát nyilván egy csomóféle információ van. Ennek a részleteire nem térek ki, csak utalni szeretnék erre. A hivatalos statisztika ugye az évszázadokon keresztül volt a számszerű információknak a fő forrása, és hát azért azt is tudjuk, hogy a most már jó pár évtizede a demokráciának is az egyik legfontosabb eszköze. Nem azért, mert a demokrácia intézményeinek eszköze, hanem azért, mert lehetőséget biztosít mindenkinek és bárkinek arra, hogy számszerű és tényszerű alapon tudjon dönteni az élet különböző területein. Az, hogy mennyi féle lehet az információ, ez az, amire most részleteiben nyilván nincs idő kitérni, de az információ minden lehet. Érezhetjük, láthatjuk, tudhatjuk, felfoghatjuk. Az, hogy a társadalom működése milyen, az, hogy az emberek működése a társadalomban milyen, az viszont alapvetően attól függ, hogy a tudatunkban kezelt információ milyen, és milyen módon kezeljük a tudatunkban ezt az információt. Itt szeretnék bemutatni önöknek egy piramist, ami nem tudom mennyire ismert ebben a körben. Ez a DIKW adat, információ, tudás és bölcsesség piramis, aminek az alapja tulajdonképpen maga a valóság, ami persze nem is szerepel a piramison. A valóság a maga teljességében és sokszínűségében, tulajdonképpen végtelenségében. A valóság önmagában nem érzékeny a mérésre, csak van, és viszont egyes szeleteit mérhetjük, és nyilván nem tudjuk minden darabját, minden szeletét, minden részletét mérni. Az adatok azok, amik a valóságnak azok a darabkái, amelyeket mérünk, mérni tudunk. Az adatok önmagukban azonban nem mondanak semmit, hiszen azok csak mérési pontok. Ahhoz, hogy mondjanak is valamit, ahhoz információkká kell válniuk, vagyis kontextusba kell helyeznünk őket. Így az információ a struktúrált adatoknak egy olyan halmaza, amelyet pont azért és pont úgy alakítottak ki, hogy hasznossá váljanak, hozzájárulhassanak a jelenségek megértéséhez.
A tudás viszont egy következő szint. Itt próbáltam a méretekkel is jelezni, hát ugye a piramis csomagában is jelzi, hogy csökkenésről van szó, tehát hogy az adatok mennyisége az iszonyatos, az információ ehhez képest nyilván már szűkebb. A tudás az nyilván egy még szűkebb kategória, vagy még kevesebbek számára megadatott kategória. A tudás az információhoz hozzátett olyan szakszerű ismeret, tapasztalat, készségek összessége, amelyek az információnak jelentést tudnak adni, és amelyek összessége elősegíti a döntéshozatalt. És jön a bölcsesség, ami ugye a legmagasabb szintje az egésznek, ami részben felhalmozott tudás, részben viszont egy olyan képesség, hogy a probléma megoldást, illetve problémákat tudjunk megoldani, illetve különböző helyzeteket kezelni tudjunk. Itt azért már olyan értékszempontok is bejönnek, illetve olyan normaszempontok is belejönnek nyilván a bölcsességbe, amelyek meghatározzák azt, hogy milyen módon, hogyan oldjuk meg a problémákat és kezeljük az adott helyzeteket. A világon ez nagyon sok ilyen grafikon létezik, és erre majd utalnék is, hogy a netről mi mindent lehet leszedni, mindent és bármit. A világon rengeteg olyan adat születik, amit nem ismerünk, nem tudjuk, hogy mi, de keletkezik. És hát ugye ez az exponenciális, vagy nem is tudom, ez már exponenciális-e, vagy még gyorsabban növekvő halmazt mutat. Ez jelzi, hogy ez immáron kezelhetetlen mennyiségnek tűnik ez a keletkező adatok mennyisége. Ugye itt a keletkezés az voltaképpen bárhol keletkezhetnek, tehát lehet intézményeknek feladata, hogy adatokat előállítsanak, mondjuk utalok megint a statisztikai hivatalokra, de nyilván egy csomó más ilyen intézmény is van. Ugyanakkor mi magunk emberek egyszerűen azzal, hogy vagyunk és élünk és használjuk a különböző eszközeinket, valami hihetetlen mennyiségű adatmorzsát hagyunk magunk körül és magunk mögött, amelyek szintén egyrészt ott kerengenek az információk világában, másrészt viszont hasznosíthatóak. Tehát hasznosítják is különböző szervezetek, messze nem teljességében, tehát nem, még messze a potenciáljukat ezek a lehetőségek nem élték ki, de minden esetre ez egy olyan adottság vagy lehetőség, amivel mindenképpen érdemes számolni. Igen, de hogy az a mennyiség, amit már elért minket, ez áldás vagy átok. Ugye nem lehet megállítani, azt tudjuk. Ez egy olyan, az adatforradalom egy olyan forradalom, amelyet nem emberek idéztek elő, nem szándékosan legalábbis idézték elő az emberek, ez ma már megállíthatatlan, hiszen az eszközeink önmagukban is termelik az adatokat. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy megállíthatatlan. Biztos, hogy áldás, hiszen olyan mennyiségű új információ áll rendelkezésre, és folyamatosan megújuló információ áll rendelkezésre, ami nagyon hasznos tud lenni ahhoz, hogy megismerjük a világot, ahhoz, hogy fel tudjuk dolgozni, hogy mi történik körülöttünk, illetve ahhoz, hogy a jövőt részben alakítani tudjuk. Ugye mindig arra gondolok, amikor kezdő kutató voltam és beültem a KSH könyvtárába, hogy hány hétig tartott, amíg végre egy tanulmányhoz való, vagy egy kutatáshoz való információt összeszedtem, kicéduláztam, feldolgoztam, így úgy rendezgettem. És ma ez ugyanennek a mennyiségű információnak az összegyűjtése másodpercek, percek alatt megvalósulhat. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy átok is ez a mennyiség, mert itt azért a minőségre is gondolni kell. Tehát az a fajta információ, ami rendelkezésünkre áll, nem csak a mennyisége kontrollálatlan és kontrollálhatatlan, hanem a minősége is. És ez szerintem a legnagyobb kockázat, ami a mai társadalomban érhet minket, már a információk szempontjából, a minőség kockázata. Hiszen ugye a világháló nem válogat, mindent oda lehet, fel lehet tölteni, le lehet tölteni, bárki kereshet, kérdezhet, tájékoztathat bármilyen információról, és ez, én azt gondolom, hogy ez egy óriási kockázat. De ugyanakkor nem mondhatjuk egyikre se azt, hogy igaz, tehát se az átok, se az áldás nem igaz önmagában vagy egyedül.
hanem egyszerűen azzal kell foglalkoznunk, hogy ez van, ezzel szembe kell nézni. Képesség, jövőképességnek kell lennünk, képesség kell válnunk arra, hogy felismerjük ennek a kockázatait, kezeljük a kockázatait, de ugyanakkor felismerjük az előnyeit, és azt pedig építsük be az emberi tevékenységekbe, az intézmények tevékenységébe, és használjuk ki ezeket a lehetőségeket. Ugye ma már az adatok forrása az nagyon sokféle. Megszűntek a különböző adatelőállítási és adatközétételi monopóliumok, vagy hát ha nem is hivatalos monopóliumok voltak, de minden esetre gyakorlatban kevés intézmény foglalkozott adatok előállításával és információk közétételével. Ma már minden digitalizált, elektronikus módon működik, rengeteg állami adatbázis, magáncégek, NGO-k, mindenféle szervezeteknek adatállományai, adatbázisai vannak, akár nem is kifejezetten közétételi céllal, de a gyakorlatban mégiscsak előbb-utóbb ezek az adatok is közétehetővé, feldolgozás után legalábbis közétehetővé válnak. Nagyon sokféle adatgyűjtési eszközről beszélhetünk, a klasszikus statisztikai szörvélyektől kezdve a különböző műholdas felvételeken keresztül a millió fajta szenzorra, a különböző eszközök, amiket naponta használunk, ezek mind adatgyűjtési eszközök is egyben. Adat továbbítás, adat átadás eszközei is ugyanígy sokfélék. És hát az ezzel kapcsolatos tudományos adatfeldolgozási és vizualizációs eszközök is nagyon sokfélévé váltak, és itt is van szerintem egy probléma azzal, hogyha valaki egy nagyon jól, nagyon ügyesen megkonstruált valamilyen infografikát közé tud tenni, akkor annak a hatása sokkal erősebb lehet, még akkor is, ha egyébként a mögötte levő információ kétséges, vagy az adatok minősége gyenge, de sokkal nagyobb hatással tud lenni, mint a legjobb, de unalmasan, vagy kevésbé színesen előadott szakszerű és hasznos információ. És hát itt tulajdonképpen az egyik probléma itt is jelentkezik, hogy nagyon sokféle célból állítanak elő és kezelnek adatokat a különböző emberek, illetve szervezetek, nemes céloktól kezdve a durva és hát rossz indulatú manipulációig terjedő célokból is. És itt szeretnék akkor a minőségre egy kicsit kitérni. Ugye statisztikusként azt elmondhatom, hogy a hivatalos statisztikai szolgálatoknak az adat minőséggel kapcsolatban rendkívül komoly sztenderdjei vannak, nemzetközileg meghatározott Európai Uniós keretek között jogszabályokban, uniós jogszabályokban is meghatározott minőségi kritériumoknak kell eleget tenni. Ami egyben azt is jelenti, hogy ezek az adatok azért megbízhatóak, illetve mindenféle olyan további szabályok vonatkoznak rájuk, hogy miről kell tájékoztatni a felhasználókat annak érdekében, hogy jól tudják használni, jól tudják értelmezni az adatokat, tudják a megbízhatósági szinteket, tudják a különböző olyan módszertani háttérinformációkat, amiknek alapján az adatokat megfelelően tudják értelmezni. Ugyanakkor ehhez képest, amit a neten keresésben találunk, az bármi lehet. Tehát lehet igaz vagy hamis, és még hogyha a kérdésünkre relevánsnak tűnő választ kapunk, akkor is lehet akár igaz, akár hamis. A tények azok lehetnek nagyon manipuláltak, lehet, hogy teljesen téves hírek, vagy teljesen torz tények. Ugye a mai fake news világ, ez most nagyon előtérben van, most sokat beszélünk a fake newsról, de azt gondolom, hogy ez volt régebben is, csak valahogy most hirtelen felkaptuk ezt a kifejezést. És hát vannak kifejezetten veszélyes olyan tények vagy információk, amik kerengenek, amik akár még életveszélyesek is lehetnek, hogyha nem vagyunk kellően felvértezve a immunitással. Ugye a tudás az hatalom, ezt mindenki tudja, ez egy régi kifejezés, régen használjuk ezt a szókapcsolatot, hogy a tudás hatalom. De ugyanakkor a tudás az igazán eszköz, erőforrás. Voltak éppen az informatizált információs világban. Ez az, ami lehetőséget teremt nekünk arról, hogy az értéket az értéktelentől elválasszuk, hogy meg tudjuk különböztetni a jó adatot a rossztól, a valós adatot a hamistól.
Nyilvánvalóan tudás szükséges eleve a forráskritikához is, de ennél tovább kell menni, hiszen még a forrás lehet megbízható akkor is, hogyha az adat, amit közzé tesz, az nem feltétlenül megfelelő színvonalú, vagy nem mindig magas minőségű. Tehát ehhez is kell egy bizonyos fajta tudás és kritikai ismeret. A mennyiség is egy ilyen tulajdonképpen minőségbe átcsapó kérdés, hogy amikor túl sok információval, túl sok adattal találkozunk, akkor ahhoz is tudás kell, hogy le tudjuk szűkíteni, hogy mi az, ami tényleg lényeges ebből, mi az, ami tényleg alátámaszt valamit, vagy megcáfol valamit, mi az, ami tényleg feldolgozható, felhasználható mértékű ahhoz, hogy tényleg tudjuk értelmesen, intelligensen használni. És hát tudás szükséges nyilvánvalóan ahhoz, hogy az információból következtetéseket vonjunk le. Itt azért hozzáteszem, hogy a tudást nem kell nagyon magas tudományos értelemben venni mindig, hiszen a kuruzslók tudása is tudás tud lenni, vagy nem is kuruzslók, inkább mondom a házi patikákat. Tehát az is egy tudás, hogyha paradicsomot teszek a meggyűlt ujjamra, akkor az valószínűleg ki fogja húzni onnan azt a gyulladást, és hasznos lesz. Tehát nem kell feltétlenül mindig a legmagasabb tudásra gondolni, de minden esetre egy olyan korábbi ismereteknek, korábbi tapasztalatoknak a szintézisére, ami lehetővé teszi, hogy az információt már feldolgozzuk, és tovább is lépjünk az információ feldolgozásán, és magasabb szinten tudjuk értelmezni és kezelni a helyzeteket. Itt a szelekciós képességre szintén még felhívnám a figyelmet. Ugye itt a mennyiség az örökké velünk van, és azt gondolom, hogy az adatforradalomnak, amiről mindig beszélünk, annak az, és az információ robbanásnak az egyik tulajdonsága az, hogy túl sok információt kapunk, és talán immunissá is válunk egy idő után pont azért, mert túl sok információt kapunk, és kezdünk elvonatkoztatni a tényektől, mert egyszerűen kezelhetetlen a mennyiségük. Felmerül, ezt korábban nagyon büszke voltam, hogy én ezt kitaláltam, hogy ez evolúciós problémát jelenthet, aztán olvastam, hogy ezt már mások előttem kitalálták, és sokkal tudományosabban leírták, hogy az agy fejlődésének, az emberi gondolkodás alapjainak az evolúciós értelembe vett fejlődése vajon képes-e megbirkózni ezzel az információ robbanással. Lehet-e, hogy túlzásba megy már ahhoz képest, mint amit fel tudunk dolgozni. Azt gondolom, hogy volt egy időszak, amikor ez izgalmasabb lehetett, azt gondolom, hogy most már azért egy kicsit jobban tudjuk kezelni azt a mennyiségű információt, ami előáll és ami rendelkezésünkre áll. Ugyanakkor ugye azt látjuk, hogy az internet világában, a közösségi hálók világában az információhoz való hozzájutás is, meg az előállítás is kvázi demokratizálódik, tehát bárki előállíthat és hozzájut információhoz. Ugyanakkor a tudás, meg az információ kezeléséhez való egyéb készségeknek a birtoklása az azért egyre kevesebbek privilégiumává válik. Az a fajta tudás, az a fajta készség, ami valóban a jó irányba tudja terelni az információ feldolgozását. Tehát itt erre figyelnünk kell, hogy ez tulajdonképpen egy szegénységi kockázat is, tehát hogy az a tudás, ami kevesebbeknek áll rendelkezésére, ez azt is jelenti, illetve hogy kevesebbeknek áll rendelkezésére ez a tudás, ez azt is jelenti, hogy vannak olyanok, akik valamilyen mértékben korlátozva vannak, vagy a hozzáféréshez, vagy a feldolgozáshoz a megfelelő tudás hiányában, ezért az valamiféle szegénységi dimenzióként is értelmezhető. Ami az információs piacot illeti, ugye minden piacnak van olyan kockázata, hogy a profitra törekvés az más szempontokat háttérbe tud szorítani. Azt gondolom, hogy az információs piacon ma ez még erősebb, hiszen ráadásul olyan folyamatok történnek, és az információs piac szereplői olyan folyamatokat részben generálnak, azt nem mondom, hogy menedzselnek, mert pont azt akarom mondani, hogy nem annyira tudják menedzselni a folyamatokat már, amik valóban nagyobb kockázatot rejtenek, mint az egyéb piaci tevékenységeknek a profitra orientált hozzáállása.
hogy lehet kezelni ezeket a kockázatokat. Ugye nyilvánvaló az oktatás nevelés az mindig egy kezelési lehetőség, hiszen akár a gyerekekre, akár nem csak a gyerekekre, felnőttekre is gondolunk. A felnőtteknek a tudásának a bővítése, vagy a figyelmének a felhívása bizonyos kockázatokra, bizonyos problémákra az nyilván mindig segíthet, de általában nem túl gyors eredményt hoz. Ugyanakkor nyilván felmerül az, hogy az állami szerveknek, az államnak lehet egy szabályozási funkciója ebben, kialakíthatnak normákat, amiket követni kell, illetve bizonyos fokú önszabályozás is kialakulhat, bár azért ebben kételkedem, hogy ez milyen hatékony tud lenni, nagy méretekben tud-e hatékony lenni az önszabályozás. A transzparenciát nagyon fontosnak tartom, és ezt megint a statisztika világából hoznék erre példát. Ugye a statisztikai hivataloknak, mint hogy minden információt, minden metainformációt is nyilvánosságra kell hozniuk a adatok előállításával és kezelésével és feldolgozásával, megbízhatóságával kapcsolatban. Ez egy jó minta lehetne, hogy a egyéb szervezetek, akik adatokat állítanak elő és tesznek közé, ők is, őtőlük is megköveteljük mi, akik felhasználjuk az ő adatokat, hogy transzparensek legyenek, hogy a módszertanaikat, az eszközeiket megismerhetővé és átláthatóvá tegyék, hiszen ez egyben egy korlátot jelent az érintett szervezetek számára is, hogy azért bármit nem tehetnek közé. Másrészt nyilván az informálódás, az eligazodás tekintetében nagyon hasznos. Szintén a statisztika világából átvehető minta, hogy minőségi sztenderdeket, minőségtanúsítványokat követeljünk meg mi, akik felhasználjuk ezeket az adatokat, azoktól, akik előállítják és közzéteszik, pontosan azért, hogy ki tudjuk szűrni, és hát háttérbe tudjuk szorítani azokat az előállítókat, akik nem megfelelő minőségű adatokat állítanak elő. És hát ugye extrém esetben azért károk is keletkeznek, akár fizikai, akár emberek egészségében, akár különböző anyagi, vagyoni károk is keletkezhetnek. Itt az a kérdés, ez nyilván a legbonyolultabb kérdés mindebben, hogy lehet érvényesíteni, hogy lehet a jogalkalmazás eszközeivel az információk nem megfelelő minőségéből eredő károkat megtérítetni valamilyen formában. És ugye itt egy csomó dilemma felmerül, hogy mindezek a kockázatkezelési lehetőségek, ezek egyáltalán lehetségesek-e? Hiszen a globalizáció körülményei között ki is az az aktor, akiről beszélünk. Egy közösségi hálón föltett információ pillanatok alatt végig tud futni több millió emberen, anélkül, hogy tudnánk a forrását, vagy követhető lenne a forrása. Közben torzul is az információ, vagy változik az információ, tehát mondjuk nagyon nehéz megállapítani, hogy igazán ki is volt, milyen szervezet, melyik személy volt ennek a forrása, és hogyan változott ez az információ menet közben, mire sok millió emberhez eljutott. Ugye vannak ilyen apróbb jogi technikai kérdések is, hogy melyik ország joghatósága vonatkozik, ugye gondoljunk csak az adózás tekintetében is, milyen problémák vannak az ilyen nagy cégekkel, akik adatokban élnek. És hát van egy ilyen, azt gondolom, hogy szuverenitási kockázat is, részben az emberek és a kisebb szervezetek, de részben az államok szuverenitása szempontjából is, hol keletkezik a haszon és kiviseli a károkat, vagy a károk következményeit, kinek a felelőssége, hogy helyrehozza azokat a károkat, amiket akár a torz, vagy hamis, vagy hát rossz információk okoznak. Én voltak éppen kérdéseket akartam igazán feltenni, és hozzá kell tennem, most megpróbálok visszamenni az elejére. Ez így nem jó. Visszamegyek az elejére, hogy visszaidézzem ezt a bizonyos kérdéssort, hogy tulajdonképpen a neten ezt megkérdezhetjük. Megkérdezhetjük, hogy mennyi, kapunk rá egy választ, de azt már nem kérdezi vissza a kereső, hogy mit is kérdeztünk. Tehát, hogy mi volt az igazi tartalma annak a kérdésnek, és hogy ő ehhez képest mire válaszolt. És azt gondolom, hogy ezt a fajta tudatosságot, ezt valahol magunkban kell keresni, és magunkban kell kialakítani, illetve hát a környezetünkben, és nyilván fokozottan a gyerekekben, fiatalokban, akik kevésbé gyanakvóak talán, vagy könnyebben belelépnek olyan csapdákba, amikbe talán egy
felnőttebb, vagy érettebb, vagy tapasztaltabb ember már kevésbé. Köszönöm szépen a figyelmüket!